De hogyan értette azt, hogy játékbemutatót kell csinálnom? Jaj, nem már. Hát, akkor vágjunk bele. Na szóval a mikrofon az megy, akkor már kezdhetem. Ó, a franc... Sziasztok emberek! Ma a Stanley Parable játékot fogom nektek nem bemutatni. Mi az, hogy nem bemutatni? Hát, igazából bemutatom, de nem olyan klasszikus értelemben, mint ahogy gondolnátok. A videó végén meg fogjátok érteni. Szóval a játék 2011-ben jelent meg a Galactic Café jóvoltából. Az meg 10 éve jól le vagyok maradva. Szóval a játék technikailag egy sétáló szimulátor. És ez nagyon jól áll neki. A történet egy Stanley nevű dolgozóról szól, aki a 427-es irodában tengeti hétköznapjait, még nem egy napon egy váratlan dolog fogja meglepni. Konkrétan, hogy eltűnik körülte mindenki. Azonban mégsem vagyunk egyedül, mivel velünk van a narrátor, aki magát a történetet viszi előre. Különböző pályaelemeknél döntési lehetőséget ad nekünk, hogy hogyan vigyük előre a történetet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mehetünk egyszer balra, mehetünk egyszer jobbra. Vagy akár fel, vagy le. Ez tőlünk áll, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy kapja be, és nem csináljuk a tevékenységeit. Na és így jön az a rész, hogy nem igazi bemutatót fogok nektek csinálni, mivel a jelenlegi információim szerint 19 féleképpen lehet befejezni a játékot. És azért nem szeretném nektek bemutatni az összes befejezést, mivel ezt rátok szeretném bízni, hogy találjátok meg. De hogy megértsétek a döntésem okát, megmutatom nektek az én személyes kedvenc történetemet. Szóval az első választási lehetőségnél menjetek a jobb oldali ajtón be. Utána ne menjetek be a bal oldali ajtón, hanem haladjatok tovább egyenesen. Amikor ez az emelkedő platform elér egy kíván magasságot, ugorjatok le róla nagyon gyorsan és szaladjatok el a jobb oldali irányba. A következő jelenet pedig magáért fog beszélni. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Természetesen nem megyünk be a vörös ajtón, hanem ismételten a kéken, és utána történik ez a jelenet. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Azonban itt még nincs vége ennek a történetszálnak, de nem szeretném lelőni az összes point, úgyhogy aki szeretne nyugodt kis kikapcsolódós játékot, annak nagyon ajánlom a Stanley's Parable-t. Nyugodjon meg mindenki, ez csak egy tesztbemutató volt. A legközelebbi jobb lesz. Remélem.